Kinövése az egy természetvédelmi tevékenységből, a geológusok baráti társaság által létrehozott baráti társaság szövetségből, a DAC szövetségből alakult ki. Természetesen mi elsősorban akkoriban még hegyet jártunk, természetet védtünk, műfészkeket raktunk, madarakat gyűrűztünk, szemétszedő akciókat szerveztünk, amelyek a mai napig folyamatban vannak. Csak néhány évvel ezelőtt úgy gondoltuk, hogy megmutatjuk a világnak. Megmutatjuk a világnak azt, hogy nem muszáj egy 2 tonnás jármű. Nem muszáj 20 literes fogyasztás ahhoz, hogy eljussunk A pontból B pontba, illetve hogy eljussunk a világ bármely pontjára, akár egy ilyen kis költségvetésű Trabanttal is. Ebből az apropóból, mint már 100-szor elmondtam, voltunk ezidáig 5 alkalommal Afrikában. Voltunk az északi sarkkörön télidőben, és tervezünk még egyéb olyan túrákat is, hogy most már szeretnénk például a nagy magyarok nyomába eredni. Nem kezdem el rögtön azzal, hogy Dél-Szudán és Almási gróf nyomába, vagy Kittenberger Kálmán nyomába, Tanzániába, vagy Közép-Afrikába fogunk menni, hanem elsődlegesen apró célokat, a legelső ilyen jellegű célunk pedig Zichy Mihálynak az emléktúráját megszervezni és lebonyolítani, úgy, hogy ma itt vagyunk az Emlékmúzeumban, holnap a Hősök terén a Szép Művészeti Múzeum elől elindulunk egyelőre egy darab Trabanttal, 2, illetve a kutyámmal együtt 3, és elmegyünk egészen addig, mi meg tudjuk koszorúzni Józia fővárosában az Zichy Mihály emlékszobrát. Ebből az apropóból arra kérdeznék rá a helyi polgármester úrtól, hogy miben áll az a tevékenység, amiben önök védik, őrzik és ápolják ezt a hagyományt? Hát igen, ez komoly kérdés. Az az igazság, hogy mikor azt a törvényt hozták, hogy a kulturális intézményeket át kell adni az önkormányzatoknak, ugye akkor én megijedtem, mert a múzeumnak az éves költségvetése több, mint az egész települését, de az alakösségé. Hány volt a költségvetés? 258 volt a drói statisztikai létszám. Mi megijedtünk, és akkor kértük az akkori illetékes minisztériumot, hogy hát ráncsen föl bennünket, mert mi ezt nem tudjuk fenntartani, és akkor az Zichy Múzeumot a Szép Művészeti Múzeum kapta meg kezelésbe. Tehát jelenleg is a Szép Művészeti Múzeumnál a kezelésbe. Egy átlag magyarnak, aki magyarnak vallja magát, tulajdonképpen mit kellene tudni Zichy Mihályról? Hát Zichy Mihályról azt kellene tudni, hogy a rajzművészetünk, 19. századi rajzművészetünk egyik nagy alapja volt. Tehát csak azért nem ismerik az átlag magyarok, mert ugye életének legnagyobb részét nem idehaza töltötte, hanem Bécsbe, Párizsba, leghosszabb időt Oroszországba, akkor a Kaukázusba. Tehát 4 cárnak volt az udvari festője, ezért a munkásságának a legnagyobb része a szentpétervári ermitásban van. Na most Magyarországon elsősorban onnan ismerik Zichy Mihályt, hogy az ember tragédiájához ő készítette az illusztrációkat, aranyballadákhoz készített illusztrációt, Petőfi verseket illusztrált, Jókai novellákat illusztrált, tehát egy átlag magyar innen ismerhetné Zichy Mihályt. Thank you.
körülbelül másfél évet töltött a Grúziába. Nagyon megszerette a grúzokat, ez egy kölcsönös szimpátia volt, ugye mindkettő, a magyar is, a grúz is egy szabadságszerető nép. És nagyon-nagyon megkedvelte őket, ők is megkedvelték Zicsit, és ugye kedvenc költője a Lermontov volt, és annak a költeményeinek nagy része a Kaukázusba játszódik, és ő ott illusztrálta ezeket a verseket. És nem beszélve arról, hogy ugye elkészítette a nemzeti eposzukat, Rustavellinek a Tigrisbőrös lovagját, és az egészet a grúz nemzetnek ajándékozta, és ezért nemzeti festőjüként tisztelik mind a mai napig. Szobra is van Tbilisibe, utcákat neveztek el róla, és azokat a bútorokat, amik között ő élt ott a Kaukázusban, az elhozta ide Zalára. Itt Zalában milyen emlékkel találkozhatunk még? Vagy átjöttünk Tavonnak a városán, azt láttuk, hogy a művelési központ Zicsi Mihály nevét viseli. Igen, hát az vette föl a Zicsi Mihálynak a nevét. Hát ez egy nagyon pici falu, ugye ez a szülőháza tulajdonképpen Zicsinek, így született ebben a házban. Úgyhogy itt élt a családja, itt éltek a leszármazottak, a mai napig is élnek még ők és székunokák, úgyhogy mert négy gyereke volt Zicsinek, három lánya és egy fia, és két lánya ment férhez, az a szám folytatódik a mai napig, akik aztán rendszeresen jönnek ide meglátogatni, és hát azért igen, ápolják a hagyományt. Nos, hát ezt az hagyományt szeretnénk mi is ápolni azzal a túrasorozattal, aminek itt mond az első epizódja, így idézőjelesen epizódja, a Zicsi Mihály emléktúra, amelyik holnap, azaz június 28-án kezdődik, és majd valamikor július 17-én egy ismét magyarországi hazatoppanással ér véget. Köszönöm szépen a figyelmeteket, és még majd bejelentkezünk.